című verség. Honnan veszitek az erőt, törékeny gyönge nők, fáradhatatlan asszonyok? Honnan veszitek az erőt, honnan a türelmet, hogy nem csüggedsz el se rossz fér, se gyermek, s vége nincsennek sok dolog? Honnan veszitek az erőt, ti szorgos, fürge nők? Rohantok hajnalban korán, vár a munka, száz csarnoka, a föld, a gyár, az iroda, a műhely, vagy az iskola. Hol áldott kezetek nyomán átalakul a nyersanyag, s a sziklából is víz fakad. Honnan veszitek az erőt, asszonyok, gyönge nők? Mennyit dolgoztak, hogy az otthonotok tisztán és derűsen ragyogjon? És benne a férj, a család, jól érezze magát. Asszonyok, gyönge nők, mikor észesen veszitek otthon, az utcán, a munkában, vagy amikor megálltok sóvállal egy pazar kirakat előtt, hányszor elnéztem titeket, és olykor gondolatban, minden férfi nevében meghajlok előttetek. Szerencsével két úton kell bemenni, de csütörtökön meg vasárnap este.
lettünk. Mars is a kezébe fújja rá szél a fehér svinge csepkendő. Fehér svinge csepkendőmet nem is sajnálom, csak hogy nagyon tudtalak szeretni, de nehéz tőled elválni. Őrmester úr azt mondja a tizedesének, tanítsa meg szépen tisztelegni a 18 éveseket. Tanítanám, őrmester úr nem figyel ide, sírva mondja, hogy a régi szeretője jut adni ki eszébe. Úgy szeretlek, kis angyalom, az csak az Isten tudja. Én a tiéd úgy sem lehetek soha. Van nékem szép szeretőm, ki szeret, mert már a te gazdag anyád úgy sem akar engem. Azt gondolod, barna legény, hogy te engem megcsaltál, pedig engem meg sem szomorítottál. Megcsaltad te, barna legény, magadat, nem találtál nálamnál igazabbat. Ezt a csaldas kis veszelőd édesanyám vette, bele meg a nyelet a szeretőm tette. Veszel édesanyám, a szeretőm anyamázol, szomszédasszony kis öpregetében csak a falon rázol. Kinyithatod, becsukhatod rá csas kis kapuna. Nem taposod nembi a te sáros udvarodat, magam inak teszlek rúzsám, meg is halok érte, még a piros véremet is leáldozom érte. Kis szép árvány sejhoj, koszorúzza az eget. Annak a
ujjamat tettem a szívem. Elmondhatom háromszor is, jaj, gyászvár vagyok, bevettem a hajnak. Nem csak a hajnak, kicsi lagos ég is, elhagyottan égi szeretős. Nem csak a hajnak, kicsi lagos ég is, elhagyottan égi szeretős. Nem csak a hajnal, a kék csillagos ég is, elhagyott a végi szeretős. Rabbanó levele, csak egy legény nevet, te kap kedvemre, azt is az én nevem, ték a kedvemre. Ég a szeme, göndör, haja fekete, alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon, ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérjel a szeretőm kapujáig. Látod-e babámat, de babámat azt a nagy hegyet? Míg az ott lesz, míg az ott lesz, nem lehetek a tiéd. Azt a hegyet az elkemmel, négy csarkával is elmúltom. Mégis a tiéd, mégis a tiéd, leszek ezek kalandom. Azt a hegyet az elkemmel, négy csarkában is elhordom, mégis a tiéd, mégis a tiéd, lehetek kalandom. Látod-e babám, látod-e babám, ezt a nagy tűzet, míg az ott lesz, míg az ott lesz, nem lehetek a tiéd. Azt a tüzet a könnyeim hullásával is eloltom, mégis a tiéd, mégis a tiéd, a kedves kalambom. Azt a tüzet a könnyeim hullásával is eloltom, mégis a tiéd, mégis a tiéd, a kedves kalambom. Nagyon köszönöm, ahol egy kidőd belőtt Kerencének még egy szebb oldala se volt. Mégis megsült a 36 tepsiből gócsa. Azt arra szaladt egy mesztelen parancsgyerek, azt mind az indenek, ahova hordta. Ottan az egyik faluban élt egy nagyon ügyes csizmadia. Nagyon szép csizmókot csinált, cipőköt. Csak ott két nagy baja volt neki. Az, hogy nem tudott elmenni a kocsma mellett, hogy belemenjen. A másik meg az, hogy nem tudott figyelni, addig még be nem rúgott. No, egy vasárnap összepakult a tizmókot, hogy elindul a vasorra. No, de ha ott vesztire, megint útbeesett a kocsba. Bement a kocsmóba, ott megint beleesett a második bajóba. Ha nem tudott kigyűnni, ugye még be nem rúgott. Mikor kigyütt a kocsmóba, bizony bajó be volt rúgva. Egyik útszélőre a másikra nem pérgett. Addig, hogy kiverzsított a falu szélire, ott azt mond az orrok udalóba bedűnt. Kivette legelőször észre, egy pap még ráult a falujóra. Elindult a faluból elvédni. Látja, hogy ott fekszik a csizmadia, gondolt egyet, azt, hogy vasárnapnak a kellene, míg valamelyik faluba elkapnak misézni. Jobb lesz csizmadióra ruhót cserélni. Lehúzta a levéredóját, ráhúzta a csizmadióra, üveg fölött a csizmadia ruhóját. Avval eljött. Ő is lett róla mindent. De ahol a faluban ugye a templom meg telt égetve, hol a pap, pap sehol. Valaki mondja, látott ő az orrok útalóba feküdj egy papot, jó lesz az azt mondja vasárnapra. Na, mennek érte kocsival, kötögetik plébonos úr, kelljen föl, ott misézni kell. Ha, nem kellek ér. Plébonos úr, ott tele van a templom, misézni kell. Ha, legyen, nem kellek ér, akkor sem, nem misézek én. Ah, azt mondja az egyhoztalos,
gyerünk, gyerünk fel a kocsira, majd csak a dolgoztuk, így húzalodik. Belögdözték a szikriszcébe, megbozdattak, fölütöztették. Nyírszor gyerek veszi a látkönyvet, mindegy az oldalról. Akkor kezdett egy kicsit húzalodni a papunk. No, megfogja a könyvet, megfordítja fel, fűvel lefelé. Azt mondja, minisztra az gyerek, prémonosul, lefűvel van a könyv. Hallgass gyerek, aki tud, azt tud. Lefűvel is. Oda nem tudott még olvasni, szerint. Gondolt egyet, azt mondja, pap szokott valami mondjogni latinul, ugye, mi régi latinul, hogy sisztek, elkezdte. Oremus, mascaritus, capandus. Tovább nem ment. Hely azt mondja, szokott a pap prédikolni, és az magyarul szokta. Na de mit prédikoljak? Gondolkodott, ha, szóval, még nyelvem is, majd csak mondok valamit. Megy fel a szószékre, fölkapaszkodik. Azt gondolta, hogy majd megmondja valakon rózat volt, hogy ő nem pap, hanem csak csizmania. De annyira néztek a népek rajta, hogy az új pap mit fog ugye prédikolni, nem volt szíve megmondani. Csak elkezdte mondani. Kedves keresztény testvéreim, tudjátok-e, hogy még nektek ilyen papnak, mint én vagyok, nem volt. Hát megint, hogy nem tudott tovább menni, megint rózendített. Kedves testvérek, én mondom nektek, hogy tényleg nem volt ilyen papnak, mert én azt is tudom, amit még nem tudtok. Hát a látszolgos úr meg elég befeszkedett az első padban. Hely, azt mondja, ez egy pap jó lesz nekem. Mert a milliós gyűrűje meg azon a héten elveszett. Nem tudta, hogy hova lesz. Ha ez minden tud, ez egy pap, akkor azt is tudja, a milliós gyűrűben kirobta el. Na jó, hát amen mondott a mi papunk. Megy a sikristébe, így olyan volt, hogy megszabaduljon a pambúgyótunk. Lövette magon, hogy majd jönjön, megy mindjárt haza. De van látszolgos úr a sikristájtúba volt. Na, plébonos úr. Most van velem gyűr, elviszem a kastélyba. Még kell mondani, hogy kilopt el a gyűrűmöt. Jaj, meg ilyet nagyon a csizmadia pap. Gondolkozott, mi lesz most. Ült a hintón, de úgy, hogy egy szót se szólt hazáig. Mikor hazaérnek, azt mondja. No, látszolgos úr, tudja mit. Adjon egy kis gondolkozós időt. Kérek reggelit, ebédet, vacsorát, még inni, annyit, amit megbírok inni, mert most ki nem tudok gondolkozni. No, meg is volt. Viszik a reggelit a papnak, ugye, nem tudta, mit fog most kitanulni, mi lesz, mi is lesz most az, ugye, hogy le, honnan lesz meg a gyűrű. Mi az egyik? Hely, azt mondja, hol az egyik meg volt. Hozzám ugye az inas. Jaj, az még nagyon megijedt, mert ő volt az egyik tolvaj. Jaj, halljátok, mondja, mert harmadottam el a gyűrűt. Jaj, halljátok, azt mondta a pap, hogy mondja, az egyik megvan. Van a másik, nagyon félre vitte be az ebédet, de mégis ugye bement. Bement, viszi az ebédet, hely, mondd, megvan mind a kettő, azt mondja. Jaj, az megy össz vissza. Jaj, halljátok, nekem meg azt mondta, hogy mondd, megvan a második, megvan a kettő. Azt mondja az egyik, mondja, hogy be nem viszi a vacsorót. Hát neked is együtt loptuk el a gyűrűt, együtt kell szenvednünk. Vidd be vacsorót. Mikor beviszi a vacsorót, az legutolsó inas, azt mondja, jaj, ma megvan, azt mondja a harmadik is. Jaj, az annyira megijedt, ugye, mert holmalottok el a gyűrűt. Letérjed, aranyos plébonos úr, a nagyistenre kérem. Ne tegyen minket szerencsétlenül, valamit tanuljon ki. Hogy ne bizonyítsanak, hogy mink loptuk el a gyűrűt, mert mink loptuk el a gyűrűt. Gondolkozott a csizmadia pap, no most mit csináljon? Ha ideálgasszon, van-e itt a ebbe a porttól valami vegyes dolog, pulyka vagy valami fű, hogy van neki pulykója. No az jó lesz. Akkor a milliós gyűrűt a legszebb pulykóra nyugjon be a vegyibe. Majd azt ő eltízeltődik, de úgy is volt. Vegyük tovább a gyűrűt ugye a pulykóba. Jön a látszolgos úr, mikor már volt, hogy azt a vacsora még elfogyott a sok ital. Na, plébonos úr, most mondja még, hol a gyűrű, mert magának akkor légyen rossz, ha még nem mondja. Hadd ide hallgassonak, a legszebb pulykónak van a vegyibe, csak kapjok le pulykót. Nagyon sajnolt a látszolgos úr a lát pulykót, de mégis levaptok. Na, levapjok a pulykót, ki fölbontja, hadd meg mond a milliós gyűrű. Jaj, nagyon megörült a pap, meg a látszolgos úr is, meg a tolvajok is. Ha eddig volt, mezel volt. Gyakorlatilag.
nőknek szóló műsort adni, és én arra kérem önöket, hogy ha már elfogyasztották ezt a nagyon jó ebédet, és ha van kedvük énekelni, akkor énekeljenek velünk. Jó, úgy hallom, hogy meg úgy látom, hogy ilyen dalos népség van, és akkor arra kérem önöket, hogy segítsenek be nekünk az énekbe. Hát a nőkről lesz szó, ahogy mondtam, hát a férfiak mindig viccelődnek a nőkkel, de gondolom ezt nem veszik sértésnek, pedig a nők mindig olyan segítőkészek. Itt a parkolóban láttam a minap, hogy egy fiatal csinos nő ment a kocsijához, és észreveszi, hogy az egyik kocsi elkezd gurulni, és nem ült benne senki. Gyorsan beugrik a kocsiba, megrántja a kéziféket, és megállítja az autót. Diadalittasan száll ki a kocsiból, és mondja a szembe jövő férfinak, hogy gurult a kocsi, de én megállítottam. Mire mondja a férfi, dühösen, tudom, én toltam. Na de az asszonyok, azok aztán szoktak pletykálkodni. Múltkor meg két asszony beszélget úgy egymás között, az egyik panaszolja a másiknak. Nem is panaszolja, dicsekszik vele, azt mondja az egyik, hogy hát én kidobtam az uramat. Kidobtad? Hát miért? Hát kidobtam, mert kinőttem. Kinőtted? Hogyhogy? Hát már hetek óta nem jött rám. Na, örömmel hallom, hogy azért van egy kis jó kedvük. Aztán meg a másik asszony panaszkodott, hogy hát ezek a férfiak mindig csak azt az egyet akarják. Na de folytatta. Az illető hölgy azt mondta, hogy hát igen, azok a férfiak mindig csak azt az egyet akarják, én meg legalább hármat. Na akkor az első műsorszámhoz kérem a megjelent férfiak segítségét, ugyanis egy dallal felköszöntenénk a nőket. Gondolom mindenki ismeri azt a dalt, mely egy szál virágról szól, egy szál harangvirág. Hát akkor férfiak, ezzel a dallal köszöntsük fel a nőket. Férfi górus az nem igen fog ma remekelni, de köszönöm szépen a hölgyeknek, hogy így besegítettek. Az egy szál harangvirág után most következzen némi több virág, következzen millió rózsaszál.
Oh,